Az EU tanácsa megszavazta a természet helyreállítási törvényt, úgyhogy ezzel kapcsolatban meghívtuk ide a stúdióba vendégként Halmos Gergőt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatóját. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Köszöntöm! Ugye ennek tulajdonképpen a lényege az, hogy helyreállítsák az erre szoruló élőhelyek ötödét 2030-ra, majd a teljeset, mert ez egy picit hiányzik nekem, mint szó, 2050-re, vagy 2050-re csak egy nagyobb mértéket várnak el, erre is lennék kíváncsi, és hogy egyáltalán milyen területekről van szó pontosan. Hát az a teljes végül is mondható, mivel 90%-ot céloz meg, tehát közel teljes helyreállítást. Ezek azok az élőhelyek, amik hát egy jegyzéken szerepelnek ebben a törvényben, amik európai szinten fontos élőhely típusok, és korábban is már az Európai Unió tett intézkedéseket, például a Natura 2000 hálózat kijelölése arra, hogy ezeknek a védelmét biztosítsa, de a legutóbbi felmérések eredménye alapján a helyzet az csak minimálisan javult bizonyos élőhely típusokon, de a legtöbben körülbelül 80% az élőhelyeknek leromlott állapotú, ezeknek a helyreállítását célozza meg, aminek nem csak az élőhelyek szempontjából, hanem szélesebb értelemben a környezeti állapot szempontjából, és ezáltal végül is akár például a klímaváltozás elleni küzdelem, ehhez való alkalmazkodás, és nagyon sok gazdasági szempontból is előnyös változásokat hozhat. Mi eredményezt azt, hogy ezek az élőhelyek most jelenleg ilyen állapotban vannak? Az, hogy a turisták által közkedvelt helyekről van szó, és elsősorban ezen van most a fókusz, vagy azért, mert valami ipari infrastruktúra települt oda vagy a közelébe, és ennek következményeként, vagy esetleg egyéb okokat is kereshetünk? Hát lényegileg az emberi hatás összes válfaját felsorolhatjuk itt. Igazából itt arról van szó, hogy olyan élőhely típusokról beszélünk, mint mondjuk a Magyarországon a Pannon gyepek, azok a gyep területek, amik a mi régiónkra jellemzőek, és ezek nem feltétlenül csak a védett területeken helyezkednek el, hanem azon kívül is, és ezeknek az általánosságban a védelmét próbálja biztosítani, ehhez különböző eszközöket rendelve. De egyébként a rendelet az nem csak erről a szűkebb értelembe vett élőhely helyreállításról szól, hanem olyan általános érvényű intézkedéseket is próbál bevezetni, amik a városi zöld területek fejlesztése, megőrzése érdekében tesznek lépéseket. A mezőgazdasági területeken az ottani biodiverzitást próbálják helyreállítani, és ehhez megfelelő mérőszámokat rendelnek, illetve például a beporzókat különösen célzó intézkedéseket fogalmaz meg, mivel itt is azt tapasztaljuk, hogy a beporzó lóvalállományoknak a helyzet az kritikus Európában, és azért ezeket is célzó intézkedéseket céloz meg ez a rendelet. Ezt a tagállamokra bízza a végrehajtásnak a jelentős részét, hogy pontosan hogyan valósítják meg, de ehhez egy olyan eszközt rendel, hogy minden tagországnak egy természet helyreállítási tervet kell létrehoznia. Ez különböző szakaszolva, ahogy végül is a célok is meg vannak fogalmazva, vagy 30-ig, 40-ig, 50-ig, és utána ezt kell végrehajtania, és követni ennek az eredményeit. Érdekes helyzetet teremtett, hogy míg például Magyarországnak is van egyébként a természet helyreállítási célokkal teljesen összhangban álló terve és elképzelése, Magyarország például nem szavazta meg ezt a rendeletet, miközben más országok sem, amely országokban pedig a lakosság durván 75%-a úgy gondolja, hogy ez egy nagyon jó irány és nagyon jó döntés. De nagy érdekes, hogy az ő képviselőik miért döntöttek úgy, hogy nem szavazzák meg, és Magyarország sem, hogy abban az esetben, hogyha egyébként meg van egy ilyen célunk, és van erre egy tervezetünk is. Hát ezt azt gondolom, hogy elég nehéz megérteni, mivel tényleg a korábban, tehát ez egy 2 éves folyamatnak a végén járunk most, és korábban jelentős szakmai egyeztetések és különböző politikai szintű egyeztetések is folytak, aminek a végén kialakult egy kompromisszum. Az Európai Parlamentben is elfogadták ezt, és már csak ez a szavazás volt hátra, amikor végülis Magyarország megváltoztatta még tavasszal az álláspontját a támogatóról az ellenzők közé, és hát most is éppen hogy csak át tudott menni a rendelet, úgyhogy néhány országban pozitív irányba változtak, tehát támogató álláspontot vettek föl az utolsó pillanatokban, és így végül is sikerült ezt a természetmi szempontból akár történelminek mondható rendeletet elfogadni. A rendelet következményeképpen és a határidők betartásával, ami ugye első lépésként 2030, aztán 2050. Lehet, hogy sarkítva kérdezem, de hogy helyreáll a világrendje? Tehát ez egy olyan rendelet, hogyha mindenki következetesen be is fogja tartani annak lépését, akkor
picit megnyugodhatunk, és kijöhetünk most abból a nagyon rossz érzésből, ami főleg a fiatalokra hat, hogy ők aggódnak a jövőkért és a környezetvédelem kapcsán felmerülő kérdésekért és a problémák miatt? Hát ezt azért nem állítanám, hogy ha ezt végrehajtjuk, akkor minden tökéletes lesz, de ez egy jelentős lépés abban az irányba. Nyilvánvalóan egyébként legtöbbször a végrehajtás következetessége a kérdés, nagyon jól rátapított a lényegre, mert korábban is kitűztek azért Európai Unióban is globálisan is olyan célokat, amik önmagukban elégségesnek tűntek volna, csak hát nem nagyon sikerült a megfelelő intézkedéseket létrehozni. Ebben az a fontos ebben a rendeletben, hogy ez egy kicsit konkrétabb és kötelezettségeket támaszt a tagországokkal szemben, mégis a tagországok saját magukkal, mert ezt a tagországok fogadták el, de így valamilyen módon kikényszeríthetővé válik az, hogy ezek az intézkedések megtörténjenek. Ez azért nem jelenti azt, hogy közben az egész életmódunk megváltoztatásától eltekinthetünk, és ebből a rendelettel mindent megoldottunk, mert sokkal mélyreható változások kellnek ahhoz, hogy tényleg helyreálljon a világrendje. Kicsit a gyakorlati részről a maradék időnkben. Mi van akkor egyrészt, hogyha valaki nem teljesíti a tervet? Mert ugye erre utalt is most, hogy hát azért konkrétabb, mint eddig olyan rendeletek voltak, amiket ilyen mondjuk úgy iránymutatásszerűen adtak az Európai Unióból, aztán valaki vagy betartotta, vagy nem, vagy megfelelt neki, vagy nem. Ebből a szempontból van bármi súlyos következménye, ami miatt azt fogják érezni a tagállamok, hogy muszáj is lépéseket tenniük, vagy ez is olyan, hogy hát ha úgy hozza az élet, van rá akár anyagi biztosítékunk, kapunk rá támogatást, van rá logisztika, infrastruktúra, akkor megcsináljuk, vagy nem? Hát ugyanazok a jogeszközök vannak, mint bármilyen más Európai Uniós jogszabálynál, hogy ezek ki legyenek kényszerítve, azaz, hogyha nem történnek meg, akkor természetesen az Európai Bíróságra is lehet menni, és hát alapvetően végig a jelentések kapcsán azért piedesztára van emelve, aki teljesít, és hát reflektorvénybe kerül, aki nem, de a jogi következtetés az, hogy ha nem teljesítik, akkor az Európai Bíróság elő lehet vinni a tagországot, és ugyanúgy mindenféle szankciókat lehet alkalmazni, mint egészen más esetekben is. Ez például olyan esetekben, mint Magyarországon kardinális kérdés az akkumulátorgyárak telepítése, üzemeltetése és működése. Lehet célra vezetőbb azok számára, például itthon is, akik ellenzik ennek a működését, nem minden zajlik jogszerűen, nem minden zajlik úgy, hogy ez a környezetnek ne legyen ártalmas, viszont nincsenek jelenleg eszközök a kezükben, hogy érvényesíteni tudják az észrevételek kapcsáni következményeket, és hogy változás jöjjön el. Az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban nagyon sok kérdőjel fölmerül, de ezzel a rendelettel azért viszonylag kevés az összefüggése, mivel itt az élőhelyek helyreállításáról beszélünk. Természetesen az akkumulátorgyár is éppen elfoglal egy területet. Akkor, amikor a vizekből meg a talajból kimutatnak káros anyagokat, akkor viszont az meg már nem függ össze? Abszolút összefügg, csak hogy erre ennél sokkal célzottabb jogszabályok már most is rendelkezésre állnak a vizek védelmével, illetve a különböző kibocsátásokkal kapcsolatosan, amiknek szintén a betartatása a fontos szempont, és hát itt egyébként a megfelelő környezeti vizsgálatok elvégzése, ezeknek az értékelése, az már egy most is létező eszköz, amit a magyar hatóságoknak kell kikényszeríteniük, tehát itt igazából a végrehajtásban van jelenleg a kérdés. Hát mondják, hogy az idő relatív, meglátjuk, hogy ez a néhány évtized mire lesz majd elég. Halmos Gergő, köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel. Köszönöm szépen.